Nem volt ideje még jót cselekedni sem, tehát kimaradt belőle. Kimaradt. Mindenből kimaradt. Csak egy dolgot tett. Elismerte, hogy Jézus az ő ura, és hogy ez több, mint egy ember, aki ott szemmel láthatóan ott haldoklik mellette. És ez szemmel láthatólag elég volt Jézusnak. Meggyőzte őt. Így van. Ez teljesen elég volt Jézusnak, és úgy látom, hogy ennek a jobblatornak is elég volt. Hiszen a mindenható Isten ígérte meg neki, hogy még ma velem együtt leszel a paradicsomban. Nos, a másik érdekes mondat ebben a Róma 10.13 azt mondja, ugyanis mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét. Vagyis mindenki üdvösséget kap, aki segítségül hívja az Úr nevét. És sokszor csak annyi időm van, hogy megkérdezem az embertől, ki tudod mondani azt, hogy Jézus segítségül hívva a neved? És ez 10-ből 9 tutira kimondja. És én ezt úgy hívom, mint kis befogadó imádság. Mert megint a mindenható Isten mondja az ő beszédébe, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az mind üdvösséget kap. És ez annyira megrázó, hogy Isten ennyire egyszerűvé tette ezt az üdvösséget. Van egy kedves testvérem, aki egy belúton dolgozik, ahova az emberek, tehát a 21. század Magyarországában meghalni járnak. Vagy ők maguk mennek be önként, vagy pedig a családtagok nem tudják kezelni, ápolni a helyzet, vagy a helyzetet nem tudják kezelni, vagy ápolást nem tudják vállalni, és elhelyezik ezeket az embereket egy belúton, és itt dolgozik, mint dolgozó, és jár közöttük az evangéliummal. És azt mondja, hogy sok esetben csak egy estét töltenek ott ezek az emberek, míg meghalnak. És sok esetben, amikor kezdeményez felük, és megkérdezi, hogy ismeri-e Jézust, befogadja Jézust, akkor még megszólalni se tudnak, már olyan állapotba kerülnek sokszor be. És sokszor ő mesélte, tehát hiteles, aki mesélte, csak a szemükkel intenek. És Jézusnak még az se kell, hogy Uram, hanem még már a szembecsukás, vagy a kéz megmozdítás is elég ahhoz, hogy elfogadja, hogy ők befogadták Jézust az életükbe, és ahogy a Latort idézted, ugyanabban az állapotban kerülnek a halálos ágyukon, és megmenekülnek, és üdvösségük lesz. Teljesen szívemből szóltál. Tehát nekünk nincs elképzelésünk, hogy Isten mennyire irgalmas. Hogy nem csak egy életküzdelmein keresztül lehet eljutni az üdvösséghez, hanem csak egy ilyen szempillantással. És meggyőződésem, hogy igaz, amit mondasz. Teljesen. Van egy fogyatékos kislány, és ismeri nagyon jó ezeket a Jézus történeteket. És sokszor idézi, és én szoktam hallgatni, hogy ezeket idézi. És olyan sokszor mondja nekem azt, sokszor eszébe jut ez a mondat, hogy akik csak egy órát dolgoztak, azok is dolgoztak. És ugyanazt a bért kapják. Hallelu. És mindig ezt, és nagyon sokszor, szinte napi szinten meg hallom ezt, amikor találkozunk, ezt a mondatot, hogy akik csak egy órát dolgoztak, azok is. Teljesen. Milyen furcsa, hogy ahogy mondtad, hogy fogyatékos kislány, pont egy fogyatékos kisfiúra gondoltam. Egy olyan 15 éves lehet, 14-15 éves, és hát eléggé fogyatékos, és amikor egy alkalommal csak rátettem a kezemet, és talán egy mondatot mondtam ki a Bibliából, és ez a nagyon fogyatékos gyerek könnybe lábadt szemmel nézett rám. Tehát meg vagyok győződve, hogy azért, mert az elméje fogyatékos, a szelleme teljesen ép és hibátlan, és tökéletesen értette, amit mondtam. És megérezte azt, hogy itt rokon lelkek, vagy ugyanazzal a szellemmel vagyunk megiktasulva. Annak ellenére, hogy az elméje akadály neki, hogy kommunikáljunk normálisan, de a szellemét láttam, hogy miért lábadnak könyvbe a szeme egy ilyen fogyatékos gyereknek egyetlen egy mondattól. Mert testvéreddé vált abban a pillanatban. Abban a pillanatban. Igen, és nem szabad, hogy ez bennünket feszélyezze, hogy valakinek esetleg az elméje nem úgy működik, ahogy egy átlag embernek. Mert az ember milyen? Tele van prekoncepciók, hogy vajon ez az ember mit ért, mit tud, és van egy elgondolás egy másik emberről. És közben, mivel nem ismeri ezeknek az embereknek, teszem azt a fogyatékos embereknek a világát, fogalma nincs arról, hogy ők milyen boldog emberek sok esetben. Viszont. Mert a legkisebb szeretetre
ők visszasugározzák. Százszorosan visszasugározzák azt a szeretetet, és amikor így megnyílnak és sugározzák a szeretetet, akkor megtapasztalja az ember, hogy micsoda boldogság van az ő szívükben. És akkor sokszor az ember rádöbben, hogy ők sokkal boldogabb emberek, mint nem csak, hogy mi azt gondoljuk, hanem egyáltalán, mint akik a körülöttük lévő emberek felcímkézik őket. És egy pontosan fordítva működik a dolog náluk. Egyetértek teljesen, és bennünk sok rossz sztereotípia van ezekkel kapcsolatban. Ezeket megint fölül kell írnunk magunkba, mindenki csak saját magába. És mondjuk úgy, hogy csak nyitottan kell nézni őket. Ahogy olvastuk itt, hogy az igét is nyitott szívvel olvasták. Nekünk is nem szabad ilyen előítéletekkel nekiláttunk az embereknek, hanem csak nyitottan nézzük meg. Na nézzük, mit mutat. És egyszer csak megjelennek ezek a fantasztikus ajándékok, amik vannak bennük. Amit egyébként mi nem tudunk, és nem is értjük, hogy lehetséges ez, és mégis egy csoda mindegyik. Pedig azt gondoljuk, hogy hát az elméje sérült, és akkor na ez ugye, majdnem benne van, hogy lenézzük őket, de nem szabad, nagyon nem szabad lenézni őket. A szellemük teljesen épp mindegyiknek. Ők is várják az evangéliumot. Pontosan erről van szó. Nekik is úgy kell elmondani, mintha teljesen meg lennék győződve, hogy ők ezerrel vesznek mindent, és még érzékenyebbek, mint akárki más. És meg is fog történni, ha így mondod. És ez így is van. Ez pont így is van. És te is milyen boldog leszel tőle, amikor látod az eredményt ezekbe az emberekbe, hogy csak kimondtál néhány mondatot, és egyszer csak elkezdenek ők is lángolni, és érzed a szívedbe, hogy ők tényleg szeretik, ők nem képmutatóskodnak, ők tényleg szeretik ezt a Krisztust. És Krisztus ő értük is meghalt. És azért, mert az ördög nyomorgatja az elméjüket, az nem azt jelenti, hogy ők akkor mosább kegyvesztettek lettek Istenné, hanem igenis nagyon is kedveltjévé választotta őket az Úr, ahogy mondja is az ige. Mindig az jut eszembe a nagyon kellemetlen emberekről, akikkel találkozunk. Tehát nem mindig rózsaszín az ember élete, és találkozunk nagyon kellemetlen emberekkel, vagy inkább kellemetlen viselkedésű emberekkel. Inkább így fogalmaznám is. Most sokszor megálltam, és akkor elgondolkodtam rajta, és ez jutott róla az eszembe, hogy az Isten őt is szereti. És akkor először, hogy az ember mondja így magába, aztán ezt végig gondolja, ezt a mondatot, hogy és akkor már másképp mondja, akkor az Isten tényleg szereti. És akkor harmadszorra már végig gondolja a mondatot, akkor már elkezdi nézni, és az optikát már többször szóba hoztuk így menet közben, meg a szemüveget, és akkor menet közben bennünk kell, hogy történjen meg ez a változás, hogy egy más optikán keresztül, az Isten optikáján keresztül, a Krisztus optikáján, egy kulcsukon keresztül kezdjük el nézni a világot, és hogy belenézzük a kulcsukba, akkor elkezdje tágolni a horizont, és akkor elkezdünk másképp látni. És kezdjük abba azt az embert úgy látni, hogy Krisztus látja, és kezdjük látni, hogy van remény, azt kezdjük látni azt, hogy kezd megvált, hogy ő is megváltozhat, az ő gondolkodásmódja is, és meglátjuk benne, hogy ő egy értékes ember. Igen, teljesen egyetértek. Le kell vetkőznünk ezt a, nevezzük nagy képviségnek, hogy mi aztán tudjuk, ő teljesen nem tudja, ő teljesen sötét. Nem kell így neki látnunk, hanem tudod, aki első akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Tehát egyáltalán nem helyes dolog az, ha flegmázunk ilyen emberekkel, hanem csak az a helyes, hogy nézzük meg akkor, hogy Isten milyen csodát tett bele. Keressük meg azt a csodát, ami benne van. Mert hogy Isten mindenkinek ad, mert azt mondja, nem személyválogató, ő mindenkinek bőséggel ad. Tehát meg lehet találni ezekbe az emberekbe is, csak azok az emberek nem látják meg, akik nem hajlandók az egójukat letenni, hanem majd én megmondom, meg majd én tudom, meg majd én így, meg úgy. Holott hallgassuk meg őt is, hogy ő mit mond. És biztos vagyok benne, hogy egyszer csak fel fog derengeni a mondatai között, vagy a szavai között valami, amire a Szent Szellem azt mondja, na most ide kapcsolódj, és mondjad ezt az igét. És ebbe a pillanatban kimondod az Isten igét, és az pedig megérinti, és megváltoztatja ezt az embert. Még egy kérdésre van idő. Igen. Legyen tiéd a záró gondolat. Én nyitottam meg. Szeretném, ha te zárnád be. Mi lenne az üzeneted? Aki ma este először hallja ezt a beszélgetést, először látja ezt a Ébredés című műsort, mi lenne az üzenetet? Mit mondanál neki meg? Ha lenne egy percet, mit adnál neki át? Én azt szeretném elmondani, hogy mindenkihez
úgy eljön hozzá, akivel találkozik, mintha életében utoljára találkozna vele. És most van az utolsó lehetőség, hogy beszélhetsz neki Jézusról. Mint az utolsó pillanatban értél volna oda, és soha többé nem fogsz vele találkozni, csak mondd el neki a legfontosabbat, hogy Jézus szeret téged, és az Atya megbékült a világgal. Úgy gondolom, hogy ez lenne a záróüzenete. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk töltötték ezt az egy órát, remélem, hogy jövő héten is találkozunk. Viszontlátásra, Isten áldja Önöket. Isten áldja.